Sziasztok, én Renato vagyok, ez pedig itt a SteelSeries legújabb fejhallgatója, az Arctis Nova 4. Én nagyon örültem, amikor a SteelSeries megkeresett, hogy teszteljem le ezt a fejhallgatót, mert az én kedvenc termékeim nem a csúcsmodellek, hanem a jó árérték arányú cuccok, és ahogy ránéztem a specifikációkra, valamint az árra, hát ez pont annak tűnik. A SteelSeries Arctis Nova 7 és a 9-es széria egy rakat díjat és elismerést nyert, ezekre a doboz tele is van pakolva, de azok ugye ilyen 70 és 100 ezer fölötti ársávban mozognak. A SteelSeriesnél úgy gondolták, hogy csinálnak egy olyan fejhallgatót, ami tudásban azért nem sokkal marad el azoktól, ám árban sokkal inkább elérhető. Így született meg az Arctis Nova 4 a maga 45 ezer forintos árával, ami az első vezeték nélküli headset ebben az árfekvésben a SteelSeriestől. A videóban bemutatom nektek, hogy milyen. Kezdjünk! Először is nézzük meg, mit kapunk a dobozban, hogyha az Arctis Nova 4-et választjuk. A fejhallgatón kívül van egy kis füzetecske, pár matrica, valamint a kellékek. Van egy USB-C és vezeték nélküli adapter, ez szolgál az összeköttetésre tekintve, hogy nincsen Bluetooth. Van egy USB-A-C kábel a töltésre, valamint egy USB-A-USB-C átalakító, hogyha esetleg a számítógépben nem lenne USB-C portod, akkor ezzel a sima ásba is bedugható. Kompatibilis PC-n kívül Mac-kel, PS5-tel, valamint Switch-el és androidos mobilokkal is. Xbox-szal nem, nekik ott van a 4X variáns, nekik ugyanezt a terméket kell keresni, csak a végén van egy X betű. Maga a fejhallgatót kézbe véve az első gondolatom az, hogy könnyű, nagyon könnyű, mindössze 264 grammot nyom. Ez azért van, mert az egész készülék műanyag, ettől az alsó résztől eltekintve mindenhol ilyen gumírozott-szerű minőségi műanyaggal lehet találkozni, abszolút nem tűnik olcsónak. Az állíthatósága igazából olyan, mint a drágább SteelSeries fülhallgatóknak, a fejpánt az jól széles tartományban állítható, bővíthető, stabil, nem fog magától csúszkálni, mert azért ehhez kell egy kis erő. A belső az ilyen rugalmas gumi, ez a fejpánt is állítható, nagyon pöpec az egész. Az egész fejhallgató rugalmas és tartósnak tűnik, abszolút nincs okom a panaszra. A fülpárna közepes méretű, a legtöbbeknek over the ear lesz, a nagyobb fülűeknek viszont elképzelhető, hogy nem fog beleférni a fülük. Az átmérőt megnéztem, itt láthatjátok, nekem még ez pont jó, körülbelül 6,5 centis fül fér bele kényelmesen. A párnázása puha, memória habos a szivacs, de azt egy kicsit sajnálom, hogy a borítása az szövet és nem bőr. Én eddig csak bőrpárnás füleseket használtam, így ezt egy kicsit szokni kellett először, de egyébként hosszú viselés alatt sem volt gond. Nyilván most nyár van és meleg van, egy idő után azért elég meleg lesz, de a bőr fülpárnás épp ugyanilyen meleg, úgyhogy ezen a téren ugyanazt nyújtja. Maximum kényelem szempontból mondom azt, hogy ez a szövet megoldás egy picikét a bőr kényelme alatt van, de összességében a kényelem teljesen jó. Passzív hangizolálás funkciója viszont nincsen, a külső hangokat azokat szinte semennyire sem zárja ki. Hogyha nyakba akasztjuk, akkor sem kényelmetlen, ugyanis így teljesen kifordul, úgyhogy teljesen kényelmes a viselése. A belsejébe bele is van írva, hogy melyik a bal és melyik a jobb oldal. A bal felén van egy kihúzható mikrofon, ez egy tök jó megoldás, illetve van egy mikrofon némító gomb is, amit hogyha benyomunk, akkor világít egy piros LED a mikrofonon, így látható, hogy most le van némítva. Van még egy hangerőtekerő, amivel a fejhallgató hangerejét lehet szabályozni, ez két végpont között működik, így egy idő után érzése lehet tudni, hogy mennyit kell rajta tekerni a megfelelő hangerő eléréséhez. A jobb felén van a bekapcsoló gomb, valamint az USB-C-s töltőport, és ennyi, nincsen túl gondolva. Plug and play az eszköz, azaz, hogyha bedugod a gépbe az adaptert, pár másodperc múlva már használatra is kész, és a Windows automatikusan át is áll rá. De ez még nem minden, ugyanis lehet elég sok extra funkciót elérni a SteelSeries ingyenesen letölthető alkalmazásával, a GG-vel, amit nagyon is érdemes telepíteni már amennyiben PC-t használsz.
A gyártó oldalán letölthető, ezt telepítve egy rakat plusz beállítási lehetőséget kapunk a füleshez. A GG alkalmazás szonár menüpontjában 5 különböző használati módhoz, vagy nevezzük profiloknak, lehet beállítani különböző viselkedési módokat. Hogyha például belemegyünk a játékmódba, akkor ott vannak előre definiált hangprofilok az adott játékokhoz, passzoló legjobb beállításokkal, valamint akár térhangzás is személyre szabható. Ha mondjuk tovább megyünk a médiára, ami filmnézést vagy zenehallgatást takar, oda megint tök más hangszín kell, ahhoz külön be tudunk állítani másikat. Utána ezek között a profilok között váltogathatunk a Windows hangkimenet választóban. A mikrofon beállítások között van más is, van mesterséges intelligencia által vezérelt zajkioltás, ami eléggé jól működik, például hogyha püfölöd a billentyűzetet, ez teljesen eltünteti azt a hangból, így a játékos társaid nem igazán fogják hallani. Nagyon jó ez a cucc. Ha külön rámész a felismert fejhallgatóra, akkor azon belül is vannak beállítási lehetőségek, melyek a következők az Arctis Nova 4 esetében. Lehet egy alaphangszint beállítani, manuálisan vagy a profilok segítségével, valamint a mikrofon hangerő vagy a hangerő limitálás is beállítható. Továbbá beállítható az energiatakarékos mód, de még az is, hogy a mikrofon némittól LED világítson-e, és hogyha igen, milyen erősen. Hát szoftveresen azt kell, hogy mondjam, hogy a SteelSeries elég sokat nyújt. De mit nyújt hardveresen? A gyártó a sajtóanyagban Nova Acoustic rendszerről ír, ami tökéletes, tiszta hangzást és 360 fokos térhangzást ígér, valamint mesterséges intelligenciával kisegített mikrofont, illetve szupergyors Quantum 2.0-as vezeték nélküli kapcsolatot. Kezdjük a kapcsolattal. Gond nem volt, stabil, késlekedésmentes és jó a hatótávja, körülbelül a számítógéptől egy olyan 10 méterre kezdett szakadozni, azaz számítógép vagy játékkonzol körüli kapcsolattal biztos, hogy nem lesz gond, mert ebbe a hatótávba mindenki belefér. A C-s adapter formája egy kicsit ugye szerencsétlen és elég nagy, így nem biztos, hogy mindenhova bedugható, vagy esetleg letakarhat egy másik portot, de ugye cserébe ott van az adapter kábel, ami viszont elég hosszú, úgyhogy gond egy szál sem. A fejhallgató hangzása tényleg jó, nagyon tisztán szól és kifejezetten erős középen és a magas hangokban, ez kompetitív játékoknál elég jól tud jönni, tekintve, hogy a magas frekvenciák közé tartozik például a lépések hangja, és láthatóan erre van optimalizálva a hangzás. Karöltve azzal, hogy ugye van térhatás is, így egészen jól kivehető az, hogy melyik irányból jön az ellenfél. A gyengéje a mély hangok, robbanások esetén kevesebb a basszus. Megmondom őszintén, engem ez annyira nem zavar, mert egyrészt én alapból lejjebb szoktam venni a basszust, másrészt, mivel kompetitív játékokhoz van kitalálva, ott ugye eleve fontosabb a magas hangok kiemelése. Zenehallgatáshoz is jó, feltéve, hogyha nem olyan zenét hallgatsz, ahol az erős basszus az ideális, de az énekhangok, a hangszerek hangjai nagyon szépen szólnak, de a mély hangok azok tényleg gyengék tudnak lenni. Filmnézéshez is tökéletes, bár ott ugye megint azért preferencia kérdése, például azért akciófilmeknél jó lenne, hogyha jóval több lenne a mély. Megnéztem egy Dolby Atmos bemutató videót is, és a térhatás is szépen működik, jól hallani, hogy melyik irányból érkezik a hang. Engem abszolút meggyőzött, hát ennyi pénzért igencsak jó hangélményt kapunk, feltéve, hogyha nem a sok basszust keressük. A mikrofon hangminősége pedig ilyen, egy kicsit állítottam a szonárban és bekapcsoltam az AI zajkioltást. Most pedig püfölöm beszéd közben a billentyűzetet, ez ennyire hallatszik bele. Mindent kikapcsolva, szonár nélkül, gyári beállításokkal pedig ilyen. Szerintem meggyőző, nyilván nem stúdió mikrofon szintű, de a játékoknál a csapattársaid nem fognak panaszkodni a hangminőségre, ebben biztos vagyok. És végül az üzemidő. 36 órát ígér a gyártó egy töltéssel, ami szerintem több, mint elegendő. A töltési sebesség sem lassú, 15 perc töltéssel 6 óra üzemidőt lehet belepumpálni, ami szerintem több, mint jó érték. Úgyhogy összegzem. 45 ezer forint a SteelSeries Arctis Nova 4, mely ugye Xboxon kívül gyakorlatilag mindennel kompatibilis, de Xboxra meg ugye ott van az Arctis Nova 4X. Kompakt, pillekönnyű a kivitel, és
abszolút robosztusnak, tartósnak hat. A kényelem az nekem tökéletes, a fülpárna is még pont körül öleli a fülem, így a fülcimpámat egyáltalán nem nyomja. A szövetért egy kicsit kár, mert a bőr az szerintem egy jobb megoldás lenne, de így is jó. A hangzás az abszolút minőségi, hogyha csak nem a brutál basszus szereted, akkor ezzel tökéletesen elégedett leszel. Én egyetlen egy dolgot hiányolok, a Bluetooth-t, így például utazó fülesnek nem használható, pedig simán jó lenne rá, mert könnyű és abszolút nincsen gamer dizájnja. Ezen az áron a vezeték nélküli gamer mikrofonok között az Arctis Nova 4 igencsak jó opció. Márkán belül a Bluetooth hiányát az Arctis Nova 7 oldja meg körülbelül egy olyan plusz 20 ezer forintért, még a csúcsmodell a Pro változat a 120 ezer, de természetesen ott már minden technológia is van, háromszor ennyiért. Szerintem, amit tud, azért a 45 ezer forint egy abszolút korrekt ár, és mindenképpen tegyétek fel a listátokra a terméket, hogyha ebben az ársávban nézelődtök, ugyanis engem teljesen meggyőzött. Hogyha érdekel, akkor link a leírásban. SteelSeries, gratulálok, jó a termék! Nektek pedig köszönöm szépen a megtekintést, a SteelSeriesnek pedig a lehetőséget. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm még egyszer is, sziasztok!